Mivel készültetek ma a kiskörösi közönségnek? Max és Móricz két rossz kófic történetével. Csintalan rossz fickók, akik egymásból merítenek ötleteket, energiákat, egymást inspirálják, és nem tönkreteszik, de azért felbőszítik a környezetüket. Ami ebben a mesében le van redukálva az eredeti meséhez képest egy pékre, meg egy péknére, meg az állatokra, a kutya, a tyúkok, és ott rosszalkodnak, és vicces helyzetekbe kerülnek. Egy-egy bábszínházi előadást általában kire szabtok? Pontosabban kiknek készülnek ezek az előadások? Csak gyerekeknek? Vannak, hát ami gyerek, annak a korosztálynak készül, az belőjük az óvodásokat, az iskolásokat, vagy van, ami mind a kettőknek, van az ifjúsági, van, ami csak felnőtteknek. Azért igyekszünk, vagy úgy bennünk van szerintem tudat alatt is, vagy akár sokakban tudatosan is az a szándék, hogy ha jön a szülő, akkor jusson neki is olyan, ami neki szól, és ami őt teljesen inspirál, az, ami leköti és szórakoztatja. Milyen egy bábszínész élete? Hogyan néz ki ez az egész történet? Hát én érdekes, mert én nem régóta vagyok bábszínész, hogy hát jó, 10 éve, mégis nem olyan kevés ideje, de azelőtt volt nekem egy 10 éves élőszínházi múltam, és ezért nagyon érdekes az, hogy én hogy látom ezt a különbséget. Én végtelenül szeretem azt, hogy a fantáziám, én úgy érzem, hogy a mesék miatt, meg az, hogy bábokkal dolgozunk, ezért a határok megkitágulnak, bármi történet a figurákkal, ezért nagyon izgalmas és igénybevevő fantáziailag. És főleg így, hogy azt gondolnám, hogy a bábszínházak többségében a Magyarországon kisebb létszámúak. Mondjuk mi hatan vagyunk színészek, hogy 7-en, és ez így normális. A Budapest Bábszínházban sokan vannak, de mi, hogy kevesen vagyunk, ezért szerintem sokkal több tere jut az embernek alkotni egy színésznek is, akár együtt gondolkozni, íróval, rendezővel, tehát több szerep jut egy színésznek, szerintem így. Mennyire nehéz bábszínészkedni? Tehát ilyenkor ez hogy működik? Ti mozgatjátok a bábokat is? Változó, bábtechnika függő, rengeteg sokféle bábtechnika van. Van, ahol nekünk is egészen sok szerep jut a saját testemnek, a saját lényemnek, és a báb és az én viszonyom. Van olyan, ahol csak a báb, ebben mondjuk főleg csak a báb látszik, kesztyűs báb, mi paraván mögött vagyunk. Ott arra koncentrálunk, hogy a báb él, és a báb létezik csupán. De ez, mondom, változó, ez darab függő, technika függő. Mennyire tudtok autentikusak maradni? Értem ez alatt, hogy ugye azért nyilván mindenki próbálja felvenni itt a ritmust ezzel az új korszakkal, és a telefonok, és a számítástechnikai eszközök, és a modern ruhák, de mégis a báboknál mi köszön vissza? Ebbe is szerintem irányvonalak vannak, hogy valahol a modern dolgok bejönnek, és abszolút megjelenik akár a telefon, laptop, bármi, és valahol meg abszolút nem. Például van egy mesénk, amit játszunk, a kenyérmes, ahol teknő van, kemence van, és ott például szerintem a ritmusában és az üzenet frissességében van az, amivel mégiscsak megfogjuk a gyerekeket, meg lekötjük, és nem unatkozik. Na igen, pont ez lett volna a következő kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a mai gyerekeket, akár a legkisebbeket, vagy a kicsit nagyobbakat is lekötni, és tényleg ott tartani ezen az előadáson a figyelmét. Én most pont nem erről az előadásról beszélek, de erre is érvényes szerintem. Most csinálok egy egyszemélyest, ahol egy cica van, és akkor ő találkozik a különböző állatokkal. Ott azt a bókot kaptam az egyik pedagógust, hogy olyan, mint egy rajzfilmet látott volna, és ez nagyon-nagyon klassz, hogy erre is törekszünk, és csomószor az él a fejünkben, hogy rajzfilmesen, tehát olyan ritmusokkal, olyan hatásokkal, amit persze bábúval meg tudunk csinálni, ami teljesen ismert a gyereknek is, és változatos, tehát nem lassú, hanem pörgős, változatos, meglepő, tehát ami hozzájuk szól is leköti. A gyerekekről ugye általában azt mondják, hogy nagyon őszinték, és nagyon spontánnak tudnak lenni. Mik a visszajelzések így menet közben, vagy előadás közben a kis közönség felől? Szerintem az ember érzi, biztos mindenki így van a saját szakmában, hogy érzi azt, hogy amit csinál, az mit vált ki, mert ismeri azt a közeget, akiknek adja azt, amit ad, és megismeri a reakcióikat, és ezért fantasztikus az, amikor
bele is tudok nézni esetleg szemekbe, de hallom, már meghallom, hogy hú, jönnek, most a csönd van, és most olyan csönd van, vagy hát most ez nagyon nem nekik való, már zsizsegnek. Tehát megvannak a tiszta képek erről. Na és a mai nap folyamán akkor kinek a szerepébe fogsz bújni? Én Max leszek, barátom Móricz, tényleg két rossz kófic, csintalanok, nincsenek kordában, egymást húzzák, de azért a végén, itt spoilerezhetek, mert úgyis felnőttek látják valószínű, hogy a végén azért valamennyire úgy megérinti őket, hogy fú, azért lehetne más irányba is az energiáinkat terelni, és eljutnak odáig, hogy inkább talán segítsük, vagy legalább hozzuk helyre, vagy hogy próbáljunk meg így velük együtt jól létezni, és nem csak a borsot törni az orruk alá. Na még egy mondatot így a végére, mennyire tanulságosak ezek a történetek, és mennyire tudják ezeket aztán beépíteni a gyerekek a hétköznapjaikba, mindennapjaikba? Hát legjobban, ha gyerek lennék most enni a kérdést egy pár perc, és akkor vissza tudnék menni. Nem tudok az ő fejükkel gondolkozni, 4 gyerekem van, és nagyon figyelem őket, meg velük együtt lélegzek, de azért az mindig érdek, hogy igazán belül mi zajlik le. Szerintem ezek úgy beépülnek, mint ahogy így látják, hogy mi hogy létezünk, érzik, és remélem, hogy az hat, mert az óvodás közönségnek az elhangzott vagy látott információ, meg nem tudom az mennyire épül be, vagy hogy tetten érhető, de én bízok benne és hiszek benne, hogy ez bennük lesz.